Mit képzelsz te magadról? A kocsmába jársz minden éjjel, költöd a pénzt. Én meg csak a munkába járok és keresem. De én nem tudok magamnak venni ruhákat, vagy fodrászhoz járni, vagy körmöshöz menni, mert te minden nap megiszod azt a rohadt pálinka adagodat. Ezért semmit nem tudok csinálni. Úgy nézek ki, mint egy csöves, komolyan mondom. És minden este alkonyatot nézek, csokis vagyis bödönnel a kezemben, mert te nem jössz haza, és állandóan sírok. Mert nekem nem lehet olyan jó pasi, mint Edward. Még mindig csak azzal a rohadt kockával faragszol. Add már ide! Nem figyelsz rám! Nézz a szemembe! Nézz, és beszélj hozzám, mert én ezt nem értem. Nem értem, hogy miért vagy ilyen velem. Egyszerűen nem értem. Elmentem, itt hagylak, kész, vége. Nem bírok. Ki az? Pisti, engedj be! Szörnyű dolog történt. Mi? Nem is tudod el. Mi történt? Szakítottam. Ó, hát ez szomorú. Az. Egész az ő hibája miatt. Mert állandóan a kocsmába jár. Engem pedig otthon hagy egyedül. És állandóan egyedül kell néznem az alkonyatot. És nem tudok körmöshöz járni. Az a baj, hogy nem értem miért. Hozzám se szólt. Csak dobókockával játszott és kockult a telefonján. És nem is nézett a szemembe. And you let her go. Halló? Szia! Képzel! Meghagyom, Pia! Ó, tényleg? Figyelj, érted megyek, jó? Rendben. Jó, hát... Jó, hát...
utas. Hello. Ki vagy? Csak én. Mit keresel itt? Hát az előbb azt mondtad, hogy... Ja tényleg! Gyere, okay. Fáradj beljebb! Nagyon félt hallatok meg. Tiszta csupa mér volt. Nézd meg, Pisti! Őszerintem menjünk. Tudom, hogy ki tette. Igen? És ki? Zsiga! Szerintem menjünk hozzám, oké? Okay? Gyere! Rendben! Majd... Gyere, inkább menjünk.